A város polgármestere és alpolgármestere, valamint a Tesco vezetői ültették el a fasor utolsó juharfáit a 4-es huszárok útja mentén. A megyeszék helyen tavaly ősszel indult a Zöld Nyíregyháza program. A tervek között szerepel, hogy ezentúl utcánként egy fafajtát ültetnek. Annak érdekében, hogy igazán lombos legyen a város, több éven át folytatják a faültetéseket. Ide gondolom a buszokat, most épp nem jön erre egy sem, de ugye az is környezet szennyezésben nagyon sokat javít város levegőjén. Az intézményi felújításokat, ahol kevesebb energiát, kevesebb környezet levegőszennyezést érünk el, és hát a Zöldváros projekt szűkebb értelemben jelentett a Benc úr besenyei pazonyi teret, amelyeket már szépen felújítottuk, és most elkészül a Bújtosi Városliget, pénteken avatjuk fel. És ehhez csatlakozott tavaly ősszel ez a faültetési program, polgármesteri programként, aminek az a lényege, hogy láthatja mindenki, tehát előnevelt fákat, 5-6 éves fákat ültetünk el. Az oszlopos juharfák minimális gondozást igényelnek, és gyökérzetük sem okoz majd károkat a közművekben vagy a pályaszerkezetekben. Ugyanakkor lombkoronájuk a lehető legnagyobb mértékben használja ki a rendelkezésre álló teret. A hétfői faültetéshez a Tesco is csatlakozott. Az áruház idén ünnepli nyíregyházi nyitásának 20 éves évfordulóját. Ezzel az együttműködéssel szerették volna emlékezetessé tenni a jubileumot. Egy olyan szerencsés helyzet állt elő itt a Tesco életében, hogy mind az áruház vezetője, mind pedig ilyen régó vezetőként nyíregyháziak vagyunk, és egészen másképp állunk a városhoz, és más érzelmek kötnek a városhoz minket, mint bármikor, bármelyik előző Tesco-s vezetőket, és értesültünk a polgármester úr kezdeményezésével a tavaly évben, és azt gondoltuk, hogy egy remek alkalom, hogy a születésnapunkat együtt ünnepeljük a várossal, és ennek az ünneplésnek ez csak az első pontja. A héten rengeteg más olyan programunk lesz, kezdeményezésünk, ami összefügg a születésnapunkkal, és civil szervezeteknek fogunk segíteni. Az áruház 2014 óta dolgozik együtt az élelmiszerbankkal, így minden olyan élelmiszert, amit nem tudnak eladni, de fogyasztásra alkalmas, azt átadják a helyi szervezetnek. Ilyen formán az elmúlt években közel 300 kg élelmiszert tudtak a rászorulóknak biztosítani. Ez a mennyiség körülbelül 1 millió adag ételnek felel meg. A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén már 6. éve segítik a vásárlói vélemények alapján 3 civil szervezet működését.